Köszöntöm a kedves tévénézőket! Stúdiónk mai vendége Szabó Péterné, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár könyvtáros tanára. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megköszönöm a megkeresést, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit is. Önnek a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munkájának elismeréseképpen Karcagváros kultúrájáért díjat adományozott. Ezúton is szívből gratulálunk ehhez az elismeréshez. Mennyiben érte meglepetésként ez az elismerés? Köszönöm a gratulációt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az időzítés az tökéletes volt. Azért volt tökéletes, mert kaptam egy levelet, amit nem én vettem ki a postaládából, és csak 2 nappal később bontottam föl, ez pedig úgy történt, hogy pont szent este előtti fél órába ajándékoztás előtt az egész családom ott volt, felnőtt gyerekeim a választottjaikkal, édesapám, édesanyám, a férjem, a sógornőm, tehát mindenki, egy nagy család vett engem éppen akkor körül, és együtt örültek velem ennek a díjnak, úgyhogy drámailag teljesen jó helyen volt ez a időpont. Mit jelent az ön számára ez a díj? Nagyon sokat jelent számomra ez a díj. Nagyon örülök neki, mert azt gondolom, hogy a könyvtáros munka, amelyet már 34 éve űzök, nem kirakat munka egyáltalán. A könyvtárosok nem harsány emberek, nem szeretnek annyira reflektorfénybe lenni, viszont nagyon-nagyon sok munka van abban. 72 éves volt a könyvtár, illetve 72 éves most a könyvtár, tehát 62 óta van Karcagon városi könyvtár, és mondhatom, hogy másodikként kaptam meg ezt az elismerést, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Méltán büszke is lehet. Tekintsük át pályájának alakulását. Hol végezte tanulmányait? Karcagi lány vagyok, és így Karcagon a Calvin 9 úti iskolában végeztem, ami ma a Kovács Mihály iskola. Nagyon jó tanáraim voltak. Nagyon szerettem már akkor is az irodalmat, és szerettem volna ezzel foglalkozni. Egy teljesen más iskola rendszerben voltam igazából 8-os, amikor is egy szakközépiskolába beiratkozva érettségit is, és szakmát is lehetett egyszerre szerezni. És a szüleim azt szerették volna, hogy ha én egy ilyen intézménybe megyek. És már akkoriban sokat jártunk egyébként a gyakorlati foglalkozások alkalmával, még Walter tanár úrral, ilyen üzemlátogatásokra. És a nyomda már engem akkor megragadott, és meg a papír illata valószínűleg, meg a könyv szeretete, tehát ez úgy mind összemosódott, és én egy nyomdaipari szakközépiskolába iratkoztam be, általános iskola után Békés Csabára. A Tevan Andor nyomdaipari szakközépiskolába jártam, és ma is úgy van, hogy Békés Csabán azt hiszem, hogy a színházi élet most is nagyon sokat foglalkozik az utánpótlás neveléssel. És akkoriban is kerestek diákokat, hát főleg tömegjelenetekre, tehát ezt úgy hívták ők, hogy stúdió, de a stúdióban voltak beszédtanárok, voltak tánctanárok, és jártunk hétvégén a környékbeli falvakba is a nagy színészekkel fellépni. Ezt a hivatást álmodta meg magának? Miért választotta ezt a pályát? Nem ezt a hivatást választotta magamnak, hanem végzős nyomdászként. Akkoriban eléggé átalakulóban volt a társadalom, és nem, tehát a nyomdaiparban nem akartam már dolgozni, mert nagyon sok átképzéssel lehetett volna csak a szakmámat végezni. Montírozó volt az eredeti szakmám, hanem elmentem a Besegyei György tanárképző főiskolára, Nyíregyházára, és magyar könyvtárszakra jelentkeztem. A könyvtárszakot azért választottam, mert azért,
humántantárgyakból egy ilyen iskolában, amilyenben én jártam, kevesebbet kaptunk, mi legalábbis, vagy legalábbis én azt gondoltam, hogy kevesebbet kaptam, mint akik a gimnáziumba jártak. Tehát a magyar mellé választottam a könyvtárat. Aztán az élet úgy hozta, hogy tulajdonképpen a könyvtár mindig ott volt az életemben. Kezdetben ott maradtam a főiskolán, a könyvtárban dolgoztam, utána a Kovácsban is a könyvtárat építettem folyamatosan, és hát 2008 óta pedig a Városi Csokonai Könyvtár gyerekkönyvtárát rendezgetem. Beszélgessünk most erről a területről egy kicsit. Pontosan mi az, milyen feladatokat lát el a könyvtárban? Egyedüliként vezetem a gyerekkönyvtárat, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a díj nem csak az enyém, hiszen, mint mondtam, a könyvtárosok munkája mindig az, hogy azért kiszolgálunk embereket, oda tesszük eléjük azt az irodalmat, amire szükségük van. Én nagyon sok csoportos foglalkozást tartok, de a háttérmunka az a kollégáimé is. Tehát velük együtt örültem ennek a díjnak, és egy kicsit úgy érzem, hogy a szakmánk is elismerést kapott azáltal, hogy én ezt megkaptam, ezt a díjat. Rengeteg foglalkozást tartok, a foglalkozások mögött mindig az olvasógyerek a cél. Őket tartom a legfontosabbnak. Milyen foglalkozásokat vezet? El sem tudom mondani, hogy mennyi félét. Igazából nagyon sok képzettséget szedtem össze. Mindig nyitott voltam, mindig kíváncsi vagyok, még most is mindenfélére. Még a drámapedagógusi végzettségem mellett azt hiszem, hogy a olvasás pszichológiától kezdve legyen az egy minőségmenedzsment képzés, arra is szívesen jelentkezek, de amikor a Covid volt, akkor bábozni tanultam, utána tavaly évben még elvégeztem egy több órás tanfolyamot a Hagyományok Házába, élőszavas népmesemondó lettem, tehát úgy mindig szeretek rápakolni valamit, és mindig, már most úgy van, hogy általában engem keresnek meg a pedagógusok, és a pedagógusok már azt gondolom, hogy elismerik azt a képességemet, hogy jó hangulatú foglalkozásokat tartok a gyerekeknek, és mindig elmondják, hogy éppen hol tartanak a tananyagban, mi az, amit kérnek, hányan jönnek, óvodások, negyedikesek, ötödikesek, hatodikosok, tehát azért nagyon sokféle kész programom is van, de alkalmazkodok. Melyik a szívecsücske ezek közül, a foglalkozások közül? Nincs ilyen, szerintem. Mindegyiket szeretem. Az egyiket azért, mert egy kicsit jobban az olvasásra összpontosít, a másik lehet, hogy egy kicsit játékosabb, hát összehasonlíthatatlan. A gyerekkönyvtárban 16 éves korig lehetnek tagok a gyerekek, teljesen ingyenes a beiratkozás. Na most egy 16 éves gyereknek, vagy egy 3 évesnek azért egészen más dolgokat kell ajánlani, és másképp kell hozzányúlni, hogy megszeresse a könyveket és az olvasást. Ön hogyan látja, hogy a mai gyerekek mennyire szeretnek olvasni? Hát a válasz valamennyien tudjuk, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak. Ez egy sajnálatos tény. Hogy aztán nem könyvet olvasnak, hanem mindenféle okos eszközökkel a betűéjségüket ezzel csillapítják. De a történetéség, az szerintem az benne van a gyerekekben most is, és én azt gondolom, hogy a példaadás az a legfontosabb. Tehát ő lássa azt, hogy a szülő otthon igenis előveszi a könyvet, és igenis, hogy eljönnek együtt. Lehet, hogy otthon is sok könyve van a gyermeknek, de a könyvtárban, amikor maga bóklázhat, és azt látom sokszor azt a bőség zavarát a szemükbe, hogy úristen, ezt mind hazavihetem, az egy felemelő érzés szerintem. Pedagógusok felelőssége is nagyon nagy,
És hál' Istennek szerintem Karcagon sok partnerem van. Én úgy gondolom, hogy olvasó létrákat állítanak föl, kisolvasó versenyeket a gyerekeknek, és én azt gondolom, hogy elég sokan fordulnak újra a könyv felé. A városi könyvtár életében rengeteg jelentős állomás volt. Melyek ezek az állomások, amelyekben részt vett, és hogyan vett részt? 2008 óta dolgozom a Városi Könyvtárban. Nagy Mihályné megkeresésére akkor a Kovács Mihály iskola könyvtárát hagytam ott. Ott is nagyon sok pályázatban vettem részt, és azt is azért folyamatosan építettem. De amikor jött ez a gyerekkönyvtárossággal való megkeresése Jolikának, akkor úgy éreztem, hogy az nekem való és helyén leszek. És nagyon is örültem, mert 2009-ben egy nyertes konzorciumi pályázatban vett részt a könyvtár. Már együtt írtuk Szabó Pisti kollégámmal, ő a számítástechnikai részét vitte, én pedig a közönségszervezésbe vettem részt. Hát kinyílt a világ, mert volt pénz sok mindenre, úgyhogy rengeteg rendezvényt lehetett akkor megvalósítani, országosan elismert előadókat, Séfer Erzsébettől kezdve lehetett hívnom, és a konzorciumi pályázat révén pedig szakmai kapcsolatokat alakítottam ki, ami mai napig is élnek. És azért egy gyerekkönyvtárosnak a munkája még a könyvtári munkán belül is szerintem egy kicsit egyéni, mert teljesen más a közönség, akiket ki kell szolgálnom, úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás volt. Aztán elköltöztünk. Hát, akivel csak beszéltünk, azért el tudja képzelni, hogy mekkora munka volt az, hogy a Városi Könyvtár 2013-ban elköltözött a régi helyéről a Csokonai Könyvtár a mai Hemó épületébe. Rengeteg munka volt. Az első szög beütésétől kezdve az utolsó polc összeszerelésig, ami ugye nem a mi dolgunk volt, de végig irányítóként ott kellett lenni, és hát a könyvek átpakolása az viszont könyvtáros munka volt. Milyen aktuális, jelentős feladatok zajlanak most a könyvtár életében? Nagyon nagy munka előtt állunk. Teljes leltárt kell végeznünk. Ezt 8 évente köteles a könyvtár leltározni. És hát minden egyes könyvet ilyenkor meg kell fognunk, azt ugye a leltár könyvekből ki kell vezetnünk, számítógépes nyilvántartás van, tehát azért a vonalkód leolvasók majd folyamatosan csipogni fognak, de a szolgáltatást sem szeretnénk szüneteltetni, úgyhogy reméljük, hogy kapunk még segítséget, mert sok munka, sok munka. Mennyi időtől elfelez általában? Megmondom az igazat, hogy még én nem vettem részt teljes körű leltárban, mert 2007-ben leltározott a régi helyén még a könyvtár. Utána, amikor sikerült átköltöztetnünk a Hemóba, akkor pedig megkaptuk az engedélyt arra, hogy csak részlegesen leltározzunk, és ez a gyerekkönyvtárat érintette, tehát most még olyan szinten nyugodtabb vagyok, hogy az a részleg van talán leginkább rendben. Folyamatos az egyébként az állomány apasztás is, hiszen az is egy könyvtári munka része, hogy a selejtet ki kell vonni. Tehát ezek mind-mind, amit mondtam, hogy nem látványos munkák, és nagyon sok embernek nagyon sok álmatlan éjszakája van emiatt, de igazából teljes körű eltárom, ez most lesz. Lehet-e azt tudni, hogy nagyságrendileg hány darab könyv van a könyvtárban? Hát lehet tudni, de inkább a végén mondanám el, tehát a 150 ezer kötetnél tartunk körülbelül, de én ezt a végén szeretném elmondani, hogy mennyi az, ami valóban meg is van. Mert azért az költözködések alkalmával csak van, hogy elvész, tehát meg elhasználódik, leselejteződik, tehát azért sok-sok minden van, hogy mennyi kötetet számolunk most. Nekünk is jó lesz az, hogyha látjuk a végét.
Ön mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Szabad időmben is, hát sportolni egy kicsit szeretek, úszni szeretek járni, illetve most van egy csoport, akikkel nordikolni járunk ki az erdőbe, ezt is nagyon szeretem. Viszont a szívszerelem az a színjátszás. És már most nem csak gyermekszínjátszással foglalkozom, hanem van egy csoportom, a Csepürágok csoportja. 2003-ban úgy hozta az élet, hogy az idősebbekkel is felkérésre ugyan, de elkezdtem foglalkozni, és nagyon-nagyon hálás közösséget alakítottunk ki együtt, úgyhogy én élvezem ezt a területét nagyon a munkámnak. Mik a jövőbeni tervei? Hát szeretném jól csinálni, amit eddig csináltam, azt így folytatni, remélhetőleg, és mint mondtam, most végeztem el ezt a mesemondó tanfolyamot, ezt szeretném egy kicsit jobban csinálni, ami azt jelenti, hogy még sokat kell tanulnom. Nekem is el kellene járnom olyan kurzusokra. Tehát kinyílt egy kicsit a világ, mert azért ilyenkor olyan szakmai kapcsolatok is alakulnak ki, például akár a tiszafüredi könyvtárosokkal is, hogy meg a Bodorka népmese csoport, ők meg Berettyóújfalun vannak, annak is tagja lettem, ahol azért egymástól is lehet tanulni, és ez a népmese újra mesélése, újra szóbelesítése, nagyon csúnya szó, de ezt használják rá, ez szerintem nagy kihívás, és én ezt szeretném egy kicsit komolyabban csinálni. Hát, ha nyugdíjas koromban majd még többet mesélhetek a gyerekeknek. További sok sikereket kívánunk. Köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét. Találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra!